Hír3D, a videó hírügynökség. Töltse le ingyenes applikációnkat iOS-re és Androidra. Házi sajtnak mondjuk mi, tehát érlelésmentes, adalékmentes, fűszermentes, tehát ezt kint a pásztorok, kint a havason készítik, tehát azért csinálják ilyen egyszerűen, mivel nincsenek lás lehetőségei. A tejet azt el kell készíteni, a tej nem romolhat meg, ott fönt a Hargitán 1200-300 méter magasságban, és akkor ilyen teljesen természetes sajtokat készítenek. Egyföldről beszélünk, tudjuk azt, hogy nagyon hideg éghajlat van mifelénk, ezért inkább a húsételek, a sajtételek jelennek meg, és a zsíros ételeken túl viszont van a pálinka, ami velejárója a székely embernek. Itt van az áfonya pálinka, a kokoszza pálinka, amit igazából likőrként árusítunk, és ezen két termékcsaládon kívül viszont vannak még édességek, házi csokoládé, ami valójában ismét fogyasztható és minél kevesebb tartósítószerrel van összeállítva, hogy ne károsítsa az egészséget. Én bulgár vagyok, de imádom ez a dolgokat is, minden. Tavaly is vásároltam, ide is. Tessék megnézni, 1, 2, 3, 4 tovább is megyek. Nagyon-nagyon finom, és ez a jó, hogy lehet kóstolni is. Mi német vendégeiket kísértük ki, és örömmel láttuk, hogy itt vannak, és nagyon sok szép dolgot láttuk. A finom borokat, finom sajtokat, jutúrot. Egy családi vállalkozásban működő kisüzem készíti ezeket a termékeket, teljesen természetes alapanyagokból, fűszerekkel mindent, tehát pátson kívül a fűszerek semmi más adalékanyagot nem tartalmaz. Természetes füstöléssel, lükfamosztos füstöléssel vannak tartósítva a termékek, meg kell kóstolni, nagyon finomak.